Jön a második elődöntő a Zsíros Tibor férfi magyar kupában. Az alapszakasz győztes, bajnoki címvédő Falkó a hatodik Kecskemét ellen küzd meg a döntőbe jutásért. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. A szombathelyiek nagy rangadót nyertek meg szerdán az Alba elleni negyed döntőben, ma pedig azzal a Kecskeméttel találkoznak. Akár idén, akár pedig a tavalyi szezonban. Bot! Brand tovább, a Stájvi dobni fogja, és meg is van a tripla. Ugye Kellernek még élő szerződése van a következő szezonra is a szombathelyieknél. Perl Zoltánnal, a csapat legjobbjával pedig most hosszabbítottak pár nappal ezelőtt, két évvel. És Brand bedob egy újabb triplát. Elképesztő, hogy nagy rész triplákból szerzi a labdákat, a pont egy labdó, aztán egy eladott labda, időt kell kérni a Farai Gábornak. Most megzavarodott a KTV, 8-6-ra még ők vezettek. Egy akkor mit játszanak inkább, elég volt a rohanásból. Hát leginkább az, hogy Per most egyegyezni fog Kucserán. Be is dobja. Megvan az első kosara Perl Zoltánnak. Most a közelében van a Falkó. És hát ugye a bajnok csapat ellen a 17 dobott pont az kevés egyelőre. Sőt, újabb támadó, lepattanó, Krivácsevics falttal együtt dobja be. Óriási energiákkal lépett be Krivácsevics a festékbe. Kowalsz, miközben Brown és Potmár játékra jelentkeznek a szombathelyieknél. Ők lesznek a következő cserék. Perl, ő viszont bedobja a középtávolit. 29-17 volt még a bajnok csapatnak. Perl eldobja a duplát, ami bemegy. Pot. Tybee, ő is elengedi kintről, ez viszont bemegy. Eldobja futtából, az volt az a bizonyos palánkos hármas szög. És Brown zsákolhat egy könnyed befejezésként. Pont Kowalszal a háta mögött, akivel az előbb összeakadt. Odaütnek Karadzsics kezére, ezt nem vette észre a játékvezető. Van egy gyors indítás, amit Pot fejez be. Pot. Brown, de szépen lépett be a másik oldalról. És ismét Zekeri Brown. Kowalsz. Földre került Tanz. Még egyel tovább a sarokban Brown tisztán. Be is dobja. Be is dobja, és 3 perccel a vége előtt. Ezzel megint 10 pont a különbség. Egy 2-3-as zónába állt be itt a végére a Kecskemét. És Milos Konakov is észbe kap, és ő is be fogja küldeni a fiatal magyarokat, közben Brandov egy újabb triplát. És akkor kvázi ott is majdnem sorcsere, visszajön majd Sövegjártó, visszajön Krivácsevics, visszajön Kovács. Tóth Barna nem tudja már visszatenni, és ezzel nem fog felérni a Falkó. Ez azt jelenti, hogy 82-68 arányban a szombathelyi együttes legyőzi a Kecskemét gárdáját, és így megérdemelten jutott a holnapi Sopron elleni fináléba.